Hazánk történelme során számos háború forradalom zajlott, melyben milliók estek el azért, hogy védjék Magyarországot. A magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe, de 45-től nem tartották meg. A magyar kormány 2001-ben foglalta törvénybe újra, és bővítette ki a korábbi ünnepkörét mindazokra, akik vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Kik jártunk a vérmezein, egyek leszünk ma véreime buzgó Isten tiszteletben. Keszthelyről is számos katona és civil esett áldozatul a harcoknak. Rájuk emlékeztek a Hősök napi eseményen. Manninger Jenő polgármester elmondta, büszkeséggel kell azokra tekintenünk, akik életüket adták mások biztonságáért. Közös felelősségünk és feladatunk, hogy hálánkat ne csak egy napon fejezzük ki feléjük, hanem a mindennapokban is példaként állítsuk őket önmagunk és minden itt élő elé. Ezért is fontosnak tartom, hogy a lokálpatriotizmust erősítve a mi hőseink alakjai, tettei minél ismertebbek legyenek, és helyben is lehető legszélesebb körben elterjedjenek. A megemlékezésen a képviselőtestület tagjai mellett koszorút helyeztek el a rendvédelmi szervek képviselői. Meghívást kapott, és a keszthelyi hősök emlékezete előtt tisztelgett az eseményen vitézlovak Kustos van János Kálmán altábornagy is. Nekem ez a nap Magyarország története jut eszemben, hol vér áldozatok voltak, és lesznek is. Meg kell emlékezni az elesettekről. Ha nem emlékeznénk meg, feledésbe menne, és a nemzeti öntudatunk eltűnne. Minden családban van olyan akár hivatásos, akár civil hős, aki az elmúlt évszázad nagy háborúiban esett el. Rájuk emlékeztek az elhelyezett mécsesekkel, melyeket a Goldmar Károly Művelődési Központ biztosított a jelenlévőknek.